Sziasztok, én Forzor vagyok, és a mai videóban meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan tudtok nagyon szép képeket csinálni a csillagokról és a tejútról. Még mielőtt belekezdenénk a fotózásba, jöjjön az, hogy milyen kellékek szükségesek ahhoz, hogy egy szép ilyen csillagos képet tudjunk csinálni. Először is kellene egy fényképezőgép, nem muszáj valami hű, de nagyon durva fényképezőgép ahhoz, hogy szép csillagos képet tudjunk csinálni, inkább ami fontosabb, hogy legyen egy jobb objektív. Nem olyan, ami van most nekem, én most a Canon 18-55 mm-es kitlenzet fogok használni, ami nem különösebben jobb választás, de más nincs, úgyhogy ezt fogom hozzá használni. Amit ajánlok én, hogyha szeretnétek ilyen csillagképeket csinálni, amiben ilyen nagy, benne van a tejút, meg sok csillag, akkor ajánlom, hogy egy minél nagyobb látószögű objektívet választatok, illetve hogy annak minél kisebb legyen az F-száma, a rekesz értéke. De mi is az az F-szám? Az F-szám a rekesz, azaz az aperture, azaz az apertúra értékét adja meg. Ez azt határozza meg, hogy az objektívben található rekesz mennyire van kinyitva. Ez a rekesz ezen keresztül megy bele a fény a kamerának a szenzóriába. Minél kisebb ez a szám, például, hogy F3,5, annál jobban ki lesz nyitva a rekesz, mint például, hogyha F18 lenne. És minél jobban ki van nyitva, azaz minél kisebb ez a szám, annál több fény megy be a kamerának a szenzóriába, és minél kisebbre van kinyitva, azaz minél nagyobb a szám, annál kevesebb fény megy be a kamerának a szenzóriába, és annál sötétebb lesz a kép. Viszont ez nem csak azt határozza meg, hogy mennyi fény megy be, hanem hogy milyen a mélység élessége, azaz például, hogy mennyire van a háttér elmosva, illetve mennyire nincs. Például, hogyha minél kisebb ez a szám, annál homályosabb lesz a háttér, és minél nagyobb ez a szám, annál jobban fókuszba lesz. A fényképezőgépen és az objektíven kívül szükségünk lesz egy állványra. Próbáljunk egy minél strapabíróbb állványt szerezni, hogy ne mozduljon be semmennyire sem. Valamint, hogyha kicsit fúj a szél, vagy kicsit mozog az állvány, akkor lehet azt is csinálni, hogyha így felállítjuk, akkor innen alulról valami súlyt engedünk le, hogy ez jobban lehúzza és jobban a földön maradjon. Van még egy nagyon fontos dolog, ami kelleni fog a csillag fotózáshoz. Ez a legfontosabb ezek közül, és ez nem más, mint a sötétség. Hogyha világos van, akkor a csillagok annyira nem látszanak, úgyhogy keresünk egy olyan helyet, ahol teljesen sötét van, nincs fényszennyezettség, lámpák nem lógnak be, és arra is figyeljünk, hogy a hold se világítson bele, ne legyen a csillagok körül ott hold, ne azt a részt fényképezzük, mert akkor nem fognak látszódni. Egy plusz dolog, amit még lehet használni ahhoz, hogy ne kelljen nagyon keresgélni, hogy hol van a tejút, meg hol a hold, hogyha nem látjátok. Ez nem más, mint egy app. Én a Stellarium Mobile nevű appot használom már egy ideje, természetesen nem szponzorált, sajnos. Én ezt használom hozzá, szerintem elég jól meg tudja mutatni, hogy hol van a tejút, és akkor szépen meg tudjátok állítani, hogy akkor mondjuk ott van a tejút, akkor ide teszitek a kamerát, és szépen tudjátok fényképezni. És akkor itt is vagyunk kint, itt a semmi közepén lehet is a csillagos képeket csinálni. Hogyha a tejútat szeretnénk lefényképezni, akkor ezzel a Stellarium appal meg lehet nézni, hogy hol van a tejút, és akkor oda lehet állítani a fényképezőgépet, és szépen le lehet fényképezni. Most jön is az, hogy milyen beállításokon lehet ezt csinálni, legalábbis, hogy én mit ajánlok ehhez. Először is zoomoljunk ki az objektívvel teljesen, majd keressünk meg egy fényes csillagot, itt fönt nem látszódik, de ott van egy fényes csillag, én azt kerestem meg. Oda beállítjuk a fényképezőgépet, és átállítjuk a kamerát, hogy manuális fókuszba legyen, és ekkor manuálisan megpróbáljunk rá szépen ráfókuszálni a csillagra, és akkor biztosan a többi csillag is szépen fókuszba lesz. A fényképezőgépet rakjuk be manuális M üzemmódba, így szépen tudunk majd minden fontos beállítást állítani. Ezt követően az F-számot rakjuk a lehető legkisebb értékre, a záridőt pedig nagyjából 15 másodpercre. De mi is az a záridő? Ez azt határozza meg, hogy a kamerában található zár mennyi ideig van nyitva. Ugye ez az, amitől így fényképez, és így ez így mozog. Ez határozza meg, hogy mennyi ideig van ez így a nyitva. Minél kisebb ez a szám, annál több ideig lesz nyitva, és annál világosabb lesz a kép, és minél nagyobb ez a szám, annál kevesebb ideig lesz nyitva, és annál sötétebb lesz a kép. Viszont ez nem csak ezt határozza meg, a sötétséget és a világosságot, hanem minél kisebb ez a szám, és hogyha mozog valami, akkor annál így el lesz így mosódva, és minél nagyobb ez a szám, annál jobban meg fogja árítani így a dolgokat. Például, hogyha repül egy madár, és minél nagyobb záridővel fényképezed, annál jobban meg lesz állítva ez a madár, és minél kisebb záridővel, annál jobban így el lesz mosódva. Hogyha záridőt ennél többre rakjuk, akkor a csillagok ilyen el lesznek mosódva, így mozogni fognak.
illetve a csillagok nem fognak mozogni, csak a Föld fog mozogni, és ezért a csillagok is olyanok lesznek, mint hogyha mozognának. Az ISO értéket 100 és 400 között rakjuk valahova, kicsit feljebb is lehet, hogyha jobb kamerával rendelkezünk. Viszont mi is az az ISO, azaz az ISO érték, bár nem tudom, hogy ki mondja ISO-nak. Hogyha ezt a számot így növeljük, akkor annál jobban világosabb lesz a kép, és minél kisebb ez a szám, annál inkább sötétebb lesz. Viszont fontos, hogy ez a szám ez ilyen digitális fényességet ad rám, és hogyha megnöveljük ezt a számot, akkor a kép az zajos lesz. Van még egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy szép ilyen csillagos képet tudjunk csinálni, az az, hogy rakjuk be a kamerát, hogy RAW-ba fényképezzen. Viszont mi is ez a RAW, a RAW, file formátum és a többi más file formátumok között. A különbség annyi a RAW-ba, hogy ez több helyet foglal, viszont sokkal több adat lesz benne, ezért később, hogyha szerkesztjük, akkor sokkal szebben tudjuk szerkeszteni, és nem romlik a képnek a minősége, viszont hogyha a JPEG-be csináljuk, akkor ugye kevesebb helyet fog foglalni, viszont nem lehet annyira jól szerkeszteni. És hogyha megvan az a sok beállítás, akkor keressünk egy szép helyet, az is nagyon jó, hogyha van valami táj, valami, nem tudom, valami hegy, vagy valami, és akkor nem csak a csillagok lesznek bele, olyankor szebb lesz a kép. És most, hogy megvannak a képek, lehet is őket szerkeszteni. Én ez Lightroom-ot használtam, és az a titka a jó szerkesztésnek, hogy itt vannak a szélén ezek a csúszkák, és addig húzogatjuk őket jobbra vagy balra, ameddig jó nem lesz a kép. De igazából, hogyha jobban készeretnék emelni a csillagokat, akkor a clarity-t feljebb lehet rakni, de nem nagyon, ne nagyon, mert akkor csúnya lesz, valamint a kontrasztot és a highlightokat is, és akkor szebben kifognak jönni a csillagok. Meg is mutatok nektek egy előtte, utána képet. Ebbe a képbe sajnos belelógott a felhő, úgyhogy ez annyira nem volt jó, de szerintem ez egy tök jó ilyen, csak ilyen csillagos kép lett. Viszont nem csak ilyet csináltam, mint mondtam, kicsit feldobja ezeket a csillagos képeket, hogyha valami van az elején, valami táj vagy valami. Ezért csináltam magamról egy olyan képet, hogy itt ülök itt a ülök, sőt kettőt is csináltam. Egyik úgy, hogy a csillagok látszódtak, ott ültem és a csillagok látszódtak rendesen, viszont én teljesen szinte sötét vagyok. A másik pedig olyan volt, hogy én jobban látszódok, meg vagyok világítva, és a csillagok nem látszódnak annyira. És ezt a két képet összefotoshopoltam, és lett belőle egy ilyen, szerintem ez elég jó néz ki. Most már te is tudod, hogy hogyan kell nagyon szép ilyen csillagos képeket csinálni, és hogyha csinálsz ilyen képet, akkor posztold ki Instagramra, és tegelj meg engem, hogy Forzor Alulvonás Magic, és akkor majd én is látni fogom, hogy miket csináltál, és talán, hogyha összegyűl elég, akkor egy következő videóban megmutatom, hogy ti milyen csillagos képeket csináltatok. Viszont én már ennyi is lettem volna, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra, illetve hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel. Találkozunk akkor legközelebb, sziasztok!